Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és üdvözöllek újra titeket ezen a csodás napon. Long short story. Tudom, hogy nem volt, jaj, ez üdítő. A bénasságom egyetlen nem változott semmit. Tudom, hogy régen nem volt videó, akik fel vannak hozzám VIP tagságra iratkozva, nekik már előtte volt egy kis szösszenet videó, úgyhogy most ezzel kedveznék nektek is. Aj, megint keresnek, igen. Mindegy. És mindegy, és igen. Ugye elköltöztem, csak gyorsan long short story, de majd hallgatjátok egy másik videóban, ezt majd kifejtem, és majd bemutatom majd a lakást, a kész lesz. Még egy csomó minden dobozban van, és nem mindent pakoltam ki, mert még ugye ilyen kisebb polcok hiányoznak, meg egyéb ilyen tárolóbigyók, meg ilyen bigyók, úgyhogy, ja, sok szarom van. Nagyon sok cuccom van. Tehát, az egy másik sztori lesz, egy másik videó, tehát, hogyha persze csak akkor avi addig egyre. De ő is meg fog mutatni majd egyébként, mert azért kezd alakulni, úgyhogy remélem, hogy ez lesz a kis végleges kis otthonom. A háttér az nagyon összeszedetlen, úgyhogy ezért, sorry, úgyhogy Vilaci szét kellett szedni teljesen. Tehát teljesen más a háttér, mint aminek én akarom, hogy legyen, de ez majd egy szintén másik sztori. Igen, megváltozott a hajam színe, ezüstre. És... mit akartam? Á! Igen, szóval a háttér, ezt majd még alakítgatom, meg ilyenek, szóval... sorry. Oké, okay. Szóval kezdjük az új játékot, amit akartam nektek bemutatni. Méghozzá ezt a csodás, amit most nem mutat nektek, mert miért is mutatná? Mi a... what the fuck? Mi? De ezt már beadt? Micsoda? Tehát van hangja. Ez bolond. Nem tudom, hogy miért. Nem akarjon mutatni. Én ezt szerintem így elengedem. Ezt a dolgot, hogy mi baja van. Mindegy, nem ismeri föl, mint játék. Tök jó. Na, kezdjük a játékot. Tehát standard módba. Azért van ott egy load game-es, mert volt valami... long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. Ez a bevezető ment le, szóval no problem. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart.
Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Mm-hmm. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. I think I made you feel even. The store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. No. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Mit benne semmi. Jó, van, le kellett a gyereke. Na. Csitulja. They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Igen, a könyv, most a könyvről van szó, hogy eléggé félelmetes. Hát... Almost there, honey. Ah. Oké. Okay. Csak állítgatom a... Na jó. Oh. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Az igen. Csoda sminkek, meg ilyenek. Haszta. Tele van a cucc ilyen. Szét kell nézni mindenhol, hogy van-e valami. Mert azért így kezdődnek a jó kis horror játékok, hogy... Na ez Rose-nak a... Rosemary Winters, ugye lányunk, és akkor 6,57 kiló, 62,3 centi. Igen, teszt. A paciens jó életkörülményei vannak, tehát hogy jó egészségben van. Akkor fasza. Rose is fine. Azt mondja, Rose rendben van. Bluetooth-os nyomtató. Az már igen. Az már. De milyen izém van? Rose kedvenc játéka. Oh. It's not paranoia if they're really out to get you. Oh. Persze itt ön arcát nem lehet látni, miért is lehetne? Oh, I wish it could stay like this forever. Elfogyott, nincs több. Ha! Még jó kis dolgozó szobája van, hát ez lenne a gamer szoba. És akkor innen, és akkor itt becsukkom, ezt a gyereket innen elrakjuk. Aztán van itt még a szoba.
Milyen jó házuk van, ahol felvették a csokot, azt már... Micsoda? Úgy néz ki itt a bútor, meg a berendezés, valami, mint ami őslakos. Erre bejössz a fürdőbe, az tök rendben van, érted? Jó, hát ezt itt lecserélném amúgy egy ilyen szebbre. Ez is csóri. De hallod, ez milyen jó mahe. Ó, milyen szép. Ez tök jó. 3 fok kefe. Ez ki jó a harmadik? Na mindegy. Felvették a csokot, azt már is itt megvan a lakás. Van hány gyerekre vették fel a csokot? Azta. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Oh. Aha. Everyone's forgotten about this already. Hát... Kint járnak ott a... Mentő, tűzoltó, minden van. Amúgy milyen jó kis lakás azért. Teljesen más tetti berendezésem lenne, tehát nem ilyen kis, kicsit ilyen... Nem tudom. Nem tudom, sokkal jobbat lehet kihozni. Persze a pénz is kell, de majd csinálnak még gyereket, azt... She's going to grow beautiful. Na majd a csok az megteszi a hatását. Új, micsoda a kocsi? Nem lett... Hey! Keep it down. Just making sure it's locked. Csak ellenőriztem, hogy tényleg be van zárva, na. Is she okay? Sleeping like a... well, like a baby. Ah, megcsinálta pörkölt, lesz... az gulyásleves. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. Ott is van. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be- Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Azt meg se kutya nekül lelőtték! Mia! Oh God. Hogy arrébb tolt az asztalt? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Be jó, hogy felvettük a csokot. Okay. Go move. Look, Dushma. All clear. Rose, what the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said, get your hands off her. Ethan, no. Rose. Kihúzna. Értem, mi van már? Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about the next Thursday 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc.
She'll see us next week. Hey now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't! Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Ay, ay. Okay. Jesus. Csak nem fázol, egyem a húsod. Bezzeg, ha megette volna a tötött káposztát. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not off ground forces. Fuck. What the hell happened here? Üha. Na, itt történtek dolgok. Jó van, kezdődik. Aha, az volt a küldetés, ugye? Hogy ugye a célpontot ugye likvidálni kell, meg ilyenek. És a Rosemary Winters és Ethan, azaz engem, Ethan Winters-t ugye biztonságba kell majd helyezni. Hát jó. Fasza. Kezdődik, gyerekek! Fasza. Vannak itt lábnyomok. Én arra megyek. Ó, két irányba lehet menni. Jó, megyek arra, mert a sötétebben. Szeretem a sötétebb részt. Ó, baszt. Bántani fognak! Na várjá! Visszamegyek! Arra is szét akarok nézni! De miért nem fut? Ó, miért vagy ilyen lassú tetű? Csak nem fázol. Vagy mi? Ja, ez mind a két irányban ugyanaz? Ja, nem láttam a fától az erdőt! Ja, jó van, akkor várjál. Arra meg... Az ugyanaz. Ja! Ha-ha! Ha-ha! Jó. Vagy nem? Esküszöm, úgy láttam, mint a két irányba lett volna. Jó van, nem baj. Addig ez itt didergünk itt. Nem baj, majd kétszer itt... Nem nézzünk el jobbra. Áztak! Picsa! Huh?
Léci, ne. Léci, ne. Ah! Ah! Ah, a szívem. Nagyon hangos a játék! Meg fogtok ölni. Okay. A szívemnek nem való. Ez a játék nem való. Ez se, de az összes horror közül semmelyik. Tehát így nem probléma, csak így mondom, hogy Nem tudom nektek mennyire hangos, de nekem a fülembe itt. Mi? Most mi, én miért akarok oda lemenni, bazd? Meg fogok halni. Jó? Meg fogok halni. Csak szólok. Senki se zavargass a saját magát. Gyűlöllek. Csoda szép vagy. Én be fogok pisilni. Nekem pisilni kell. Itt valami nem stimmel. Tuti meg fog valaki csapni. Nem jó. Nem. Nem. Hogy bejött a házba? Ezt nem hiszem el. Ó, erőt kell gyűjteni a testemen, mert... Ó. Na. Hú, elmentem most óra. Akartam mondani, hogy így lehet, hogy nem lesz baj, de igen. Véres a kacsaum. Véres.
What's in all this? Jó. Hogy ezzel lehet védekezni? Értem. Most futok. Where the hell am I? Wow. Hogy ez milyen jól néz ki! Wow. Az a kastély azért az elég durca. Mi van itt? Van Helsingben vagyunk, ott fény van ott lent. Ajjajjaj. Az egész jól néz ki nagyon. Paci! Meghalt a paci. Kitépték a torkát a pacina. Valaki szétcseszte a tojásokat. Maybe they're out. Még fő a kaja. Ajaj. Picklock, az csodás. Azért elég kemény lakás van itt. Tehát azért oké, hogy itt történt egy kis csetepaté, de hát nem voltak a legjobbak ezek a lakások. Nagyon Románia. Romén. Szegényebb része. Vagy Magyarország. Elvitte a pacit. Elvitték a pacit. Ez egy budi. Szükségem van rá. Nem, nincs. Az egy sufni, ez nem is egy budi. Lehet, hogy az volt, ki tudja. Hű, oké. Miért nem mászik át? Amúgy. A kőszöges drótos, de ott a szélén nem. Tehát, hogy így... Ezeket amúgy alapjáraton nem értem ezeket sose. Itt fogom, itt fölmászok, ott átmászok, azt megvan oldva. Vagy itt átlépek, ott felmegyek, azt ott átmegyek. Azt megvan oldva. Nem. Menni kell arra, amerre mondják. Azt a...
Rendesen szétküldték ezt a házat. Hát jó. Nem a hangok irányába megyünk, mert a tuti baj lesz. Ja, itt volt a izé. Aha. Itt volt a paci. Itt vitték el a pacit. Vannak a vérnyomok. Akkor a hangok irányába kell menni. What happened? Nem tetszik ez nekem. Tyúkok! Nem. Gyár a kukás! De jó nekik. Ohoho, hát igen. Ohoho. Did they just run out of the house? Jaj, ne. Ó, jaj, ne. No, no. Friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? One please tell me you have a gun. Stitch. Hold no, on, why would I? Take it! Take it! Tell me it's out there. Hey, are you listening? Hey! What the? Bosky. Shit! Oh, the same dead body. Wait. Okay. Mi... A csóró.
Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? Nom nom. Nom nom. Az anyád keservit. Shit. What the fuck was that? Lőd le. What the hell? Miért nekem kell mindig ilyeneket csinálni? Oké. Szépek vagyunk. Csodásak vagyunk. No, nem! Szépek vagyunk. Csodásak vagyunk. Nem tudom, mire vagyok. Szépek vagyunk, csodásak vagyunk. Mi mindig szépek vagyunk és csodásak vagyunk. Lőszert kell találni, mert egy ilyen gyomorékba belement 10 lőszer. No problem, senki sem zavar. Engem sem zavar, szerintem másokat sem zavar. Merre kéne menni? Oké. Okay. Nincs nálam semmi. Családi fotó. De az mind. Akkor valóna lennie kell egy kulcsnak. A csávónál van egy kulcs. Nem. De miért kell ilyen hangot adni, hogy felveszek egy csípőfogót, he? Vagy ilyen mi a tököm? Mondom, rám jött a szív... Hová tűnt? Hová tűnt? Na jó. Nincs ilyen... Nem lehet elmenteni? Még egyszer meg nem csinálom. Oké, okay, mozza bál a tete ott fönt, oké. Okay. Megint pisilni kell? De mi? Jó, úgy kell barikádolni. Na jó, van már!
Elég lesz. Oké. Na gyere, köcsög. Hogy kéne ott fölmenni? Ó, bazd meg, be fognak jönni. Valahogy csak föl lehet oda menni. Ó, basszus, basszus. Hú, jó van. Készen állok a halálra. Menj innen! Menj innen! Az anyád! Keserít. Bejött! Menj a te kinten, léci! Menj innen! Áj! Az anyád! Fasza. Oké. Okay. Is it? Oh. Over? Oké. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the fields. Survivors? Hol jött be? Van ott fönt. Oké. Okay. Nem jött be több, legalább csak egy. Istenem már. Ott van egy csomó, ott fönt a háztetőn. Ott is. Ott a fönt a izén. Mire várnak? Rám. Egy ott ül. Észre is vett, nagyon jó. Kettő, igen, pont akartam is kérni. Nyomorékok! Oh,
anyádat! No end to them. Na jó van, takarodjá! Nem jó! Nem jó, meg fog halni. Oké, okay. Van egy csomó, nincs lőszer, de van egy csomó. Ez nagyon ígéretesnek hangzik. Innen tölti újra? Nagyon szuper! Innen fogom folytatni a következő részt, én úgy érzem. Semmi pánik, no problem. Is it over? Pont erre gondoltam én is. Nagyon szuper. Úgyhogy itt elég is volt szerintem itt a csodálatból. Igen, onnan fogja folytatni. Nagyon jó, nagyon jó. No, akkor srácok, fiúk, lányok, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Megnéztétek. És hogy velem tartottatok. Remélem tetszett. Hát nagyon jó lesz ez is már most, és most érzem előre, mindegy. Úgyhogy... igen. Úgyhogy igazából... Fú, mit is mondhatnék? Örülök, hogy újra itt vagyok, és lassan minden megy újra, ahogy régen. Úgyhogy találkozunk legközelebb is, addig is jók legyetek. Minden nagyon szépen köszönök, és ha még új vagy a csatornán, és most tévedtél ide, nagyon jó, hogy pont most tévedtél ide. Ugyanis ugye... újra töltve a csatorna, úgyhogy köszönöm mindenkitől, aki itt volt eddig is, és a türelmet, az újaknak akkor hellóka, köszönöm, hogy mi tényleg nagyon sok példát köszönök, úgyhogy főleg azt, hogy kitartatok mellettem ennyi idő után is, úgyhogy találkozunk legközelebb, jók legyetek is, sziasztok!